Harkagyi Imre vagyok, ennek az iskolának egy oszlopos tagja, hogy úgy mondjam. Itt jártam a 8 osztályt, az elsőtől a 8 osztályig végig. 1951-től 1959-ig, ami annyit jelent, hogy 10 osztálytársamnak ma van a 60. találkozója, 60. évfordulós találkozója. Ez az iskola tulajdonképpen 1947-ben egy osztállyal indult, ahol most állunk, azzal szemben a másik oldalon, hogy egy tantermes iskolával. Majd ezt kinőttük, és ezt plusz két tanteremmel bővítették, valamint a Bakitanyán még egy harmadikkal. De elérkezett 1956, amikor már itt mondhatom azt, hogy napi szinten 80-100 diák járt iskolába, és bővíteni kellett volna valamilyen formába ezt az iskolát. A bővítés úgy történt meg, hogy 1956-ban felépült itt egy 4 osztályos dupla tantermes iskola, aminek a zászlóvivője, hogy úgy mondjam, a Kelement tanár úr volt a 1957-ben volt az iskolának, ennek az új iskolának a felavatása, és ez működött 1981-ig a dr. Szelman tanár úr írt egy könyvet a tanyai iskolákról, és ebbe a könyvbe leértük fel ezt az évszámot, hogy 1981-ig volt itt tanítás. A mai nap ez ennek az iskolának a tiszteletére lett megszervezve, és itten nem csak, hogy tulajdonképpen osztálytalálkozó, de inkább iskolatárs találkozóról van itten többé-kevésbé szó. És itt szeretném én azt a lehetőséget megragadni, hogy megköszönjem a Kertvárosi Iskola igazgatójának, Laskovicsné Terzis Editnek, a múzeum igazgatójának, Szakál Aurélnak, hogy az Inokai iskolával kapcsolatos adatokat rendelkezésünkre bocsájtották.